Köszöntöm a Kölcsei Televízió minden kedves nézőjét, a 2018-as esztendő utolsó Életvitel című műsorát látják. Az, hogy az esztendő utolsó beszélgetésére kerül sor itt ezen a helyszínen, itt egy kicsit már gondoltunk a karácsonyra is, az asztalra nézve lehet látni karácsonyi hangulatban gyertyákat, és ezek a gyertyák itt készültek Nyíregyházán. Vendégeimet is e téma kapcsán hívtam meg erre a beszélgetésre. Szeretettel köszöntöm a beszélgetés helyszínén a Patronus Egyesület elnökasszonyát, Ejzet Lászlóné Emőkét, szervusz Emőke, és az intézmény vezetőt, Szoka Kovács Tündét. Köszönöm, hogy elfogadtatta is a meghívásomat. Hát talán kiindulásképpen maradhatunk mindenképpen ezeknél a gyertyáknál. Ezek már nagyon komoly, nagyon modernnek tűnő, különleges gyertyák, és én azt szeretném megkérdezni, hogy mióta készülnek az Egyesülethez köthetően ilyen szépségek, és hogy egyáltalán miért? Ugye az Egyesület 95-ben alakult, 2004-ben létrehozott egy lakóotthont, és 8 fogyatékkal élő ellátott költözött ekkor a lakóotthonba, akiknek volt munkahelyük is, ők a startvállalatnál szőnyeget szőttek, azonban ott megszűnt a munkahelyük, és úgy gondolta az Egyesület, hogy az értelmi fogyatékos embereknek és munkát adva a kezükbe, teljes életet tudnánk biztosítani a lakhatásuk mellett, ezért létrehozták 2006-ban a gyertyaöntő műhelyt. Ez egy pályázat alapján valósult meg, és egy holland alapítvány segített ennek a megvalósításában. Tőle kaptuk a gyertyöntéshez szükséges eszközöket, ők segítettek bennünket a dolgozók képzésében, és végül is az ő szellemi segítségükkel indult el ez az egész gyertyöntés a lakóotthonban, és immár az 12 éve végzik a dolgozóink. És az, hogy készülnek ezek a gyertyák, én úgy gondolom, hogy azon túl, hogy próbáljátok az ott élők és dolgozók munkáját értékesíteni, gazdagítva ezzel ugye a saját eszköztárat, illetve a saját költségvetést, én el tudom képzelni, hogy nagyon sok helyen már be is rendelik ezeket a gyertyákat. Jól gondolom? Nem, sajnos nem. Nem, sajnos. Mi keressük meg azokat a helyszíneket, ahol tudjuk árusítani a gyertyákat. Intézményekhez nagyon kevés helyre jutunk be, nem támogatnak ilyen téren minket, iskolákba, de ott is inkább általános iskolás gyerekeket érdekel, és érint, és ők a vásárlóink. Hát jönnek, mert tudják, hogy vagyunk, viszont akik már vásároltak, visszajönnek minden évben, ugye főleg ugye karácsony, húsvét, ami a mi fő gyertyaárusításunk, és lehet, nagyon egyedi gyertyáink vannak a honlapunkon, a Facebookon is sokszor megjelenünk, születésnapra, házasságra, ballagásra, akkor hát mindenféle gyertyát el tudunk készíteni, és ott meg lehet nézni, hogy milyenek, de egyéni kéréseket teljesítenek a fiataljaink. Hát látszik, hogy tényleg nem csak a legegyszerűbb típusok készülnek el ott nálatok a műhelyben. Egy picit beszéljünk magának az Egyesületnek a létrejöttéről és a történetéről, hogy mindezeket a gyertyákat például nézhessük itt az asztalon, azért ennek egy nagyon komoly múltja van, hogy egyáltalán maga az Egyesület tehát fizikálisan helyet kapott, egy lakóotthon alakulhatott ki, egy műhelyet lehetett létrehozni. Mi volt mindennek a kiinduló pontja? Hát a kiinduló pontja, nekem van egy most 38 éves fogyatékos kislányom, és mikor kikerült a Báczi Gusztáv általános iskolából, akkor nagyon kevés. Az őszközben volt egy napközi otthon, tehát létszámmal 50-valahányan voltak ott, és 2 évig a református egyház indított egy napközi otthont, ott voltak. És akkor úgy valahogy belelátva az ottani munkába,
én szerettem volna a saját magunk képére formálni egy napközi otthont, és akkor a katolikus egyház felajánlotta a középutca 17 szám alatti épületet, ami Karitász volt, hát egy nagyon egy régi családi ház, még megvolt sokszor, vagy sok részen a családi jellege, a kamra, a konyha, az, tehát nagyon át kellett alakítani, idatták ingyen, bérleti díjat nem kellett fizetni, ha mi ezt arra használjuk, amire ugye kértük a foglalkoztatásra, addig maradhatunk ott. És akkor ugye elindultunk a Karitásznak az adományaival, a székek, a bútorok, polgármesteri hivatalból, tehát úgy összehordtunk mindent, és voltak vállalkozók, akik az átalakításba ingyen is bérment, itt maduráikat ki kell emelnem, mert a teljes vizes blokkot azt ők ajánlották fel, az akkor nem volt kis pénz, 250 ezer forintért. És akkor így elindultunk, és akkor mindig volt valamilyen pályázat. A startvállalatnál dolgoztak, még akkor ők fizettek bérleti díjat, hogy nem az ő telephelyükön dolgoznak, és akkor ebből azért tudtunk spórolni. A várostól kaptunk támogatást, és akkor így fokozatosan, lassan, teljesen átalakítottuk az épületünket. És akkor 99-ben indult az országba egy lakóotthoni program. 38 lakóotthon támogattak, sajnos nekünk nem volt saját telkünk, mert akkor lehetett volna vadonatúj és egy nagyobb méretű lakóotthont építeni, így csak arra adtak pénzt, hogy vegyünk egy ingatlant és azt átalakítani. Hát ezt először azt is a katolikus egyház felajánlott egy iskolát kint Nyírszőlő felé, aminek ott egy nagy területen lett volna, de hát oda rendes út nem vezetett, akkor mi beadtuk ezt a pályázatot, lejöttek Budapestről, és azt mondták, hogy mit gondolunk mi, hogy őket kitesszük a város szélére, hogy azonnal keressünk a városba. És most egy utólag én azt mondom, hogy azért szerencsések vagyunk, hogy pont a mellette lévő épületet meg tudtuk szerezni, és akkor persze ott is megint egy csomó pályázattal, amíg átalakítottuk lakóotthonnál. Hogy így indultunk, 2004-ben költözött be a 8 fiatal. És akkor volt egy garázsunk, amit megint pályázati pénzből, azt átalakítottuk, és először fazekaskodás indult, de azt nem tetszett nekik. Egy csomó szövőszéket kaptunk, szintén nem tetszett, amikor jöttek a hollandok, és ezt megszerették, és szívesen csinálják. Persze a kreatív vezetővel, akinek borzasztó sok ötlete van, és az mutatják itt a gyertyák, hogy mindig megújulunk, mert ahova elmegyünk, ott mindig az újakat kérik, mert azt, ha valaki megvesz egy ilyet, hát nem gyújtottam meg, mert olyan szép. Hát akkor gondolom, mi mit áruljunk mindig? Hát az újat mindig megveszik, de megint ott áll nekik a polcon. Mennyire lehetett 2004-ben előrelátni, tervezni? Hát én azt hiszem, hogy akkor egy picit talán könnyebb volt, mert láttuk a végét, hogy lesz otthon, tehát nagyon nehéz volt a szülőket, akkor még lányom is ugye most 38, 14 évvel ezelőtt, hát ő is fiatal volt, és a szülők azt mondták, meg főleg ugye a szomszédok miatt, mit fognak szólni, hogy beadjuk otthonba. És nagyon nehéz volt az első 8 embert összeszervezni. Borzasztó, most már jönnének, mert ugye a szülők is idősebbek lesznek, és nincs a városban sincs hely, hogy hova elhelyezik. Pláne meg a súlyosabb fogyatékosokat. Most van ez a támogatott lakhatási program, amiben nem tudom, de úgy gondoltuk, hogy mi abban nem lépünk bele, mert de majdnem olyan fiatalok kellettek, akik teljesen önállóak, és nincs nekünk ilyen fiatal. Hát most én azt mondtam, hogy mivel nincs arra se saját épületünk, akkor érné meg, ha lenne egy lakásunk, akkor azt mondom, hogy ott érdemes lenne elindítani, de nincs. Hiába spórolunk, arra nem tudunk annyi pénzt összespórolni. Tehát akkor még láttuk a végét, most nem látom teljesen a végét, hogy mi lesz, hogy mennyire, hát nagyon bízom Tünde fiatal, hogy fogja ezt tovább vinni, és ez megmarad nagyon sokáig. És lesz olyan támogatás is, igyekszünk, mert itt fontos, hogy ők dolgozzanak, amiért fizetést kapnak, ami beleszámít a térítési díjba, hogy egyáltalán meg tudjunk élni. Tünde, most hogy néz ki egy-egy nap nálatok? Mi igyekszünk a normális életvitelt biztosítani az ellátottjainknak is. A háztartási munkálatokkal kezdődik a napuk.
kitakarítják a szobáikat, a közösségi tereket mindig kitakarítjuk, minden áldott nap fertétlenítjük a mellékhelyiségeket, és utána 10 órától 3 óráig nekik munkaidejük van, kimennek a műhelybe, dolgoznak, hát ebédidőbe bejönnek, megebédelnek, délután 3 óra után pedig már a szabad foglalkozások kezdődnek. Nagyon jó, annyi szerencsénk van, hogy itt vagyunk a belvárosban, mindig fel tudunk sétálni velük minden nap, ügyeket intéznek, bevásárolnak saját maguknak, és úgy töltik a napjaikat, mint egy rendes családban töltjük mi a saját napjainkat. Mennyi idősek ők? Még ők viszonylag középkorúak, 28 éves a legfiatalabb, és 45 éves a legidősebb lakunk. 3 fiatalember, illetve hát úgy kellett volna mondanom, bocsánat, hogy 5 hölgy és 3 fiatalember lakunk van. Hát ők majdnem 6-an költöztek be egyszerre 2004-ben, és 2 fiatal cserélődött az idők folyamán. Megszokták egymást, vannak kisebb-nagyobb surlódások, mint egy rendes családban is vannak surlódások. A lányok nőből vannak, nőként viselkednek, nőként cívódnak, de azért igyekszünk ezeket a problémákat is megoldani. Még a szülők is élnek, valamennyi ellátottunk esetében. Ez is nagy szerencse, hétvégente azért járnak haza a szülőket meglátogatni még a fiataljaink, ünnepeiket is otthon tölthetik, úgyhogy mi ezzel még nem gondolkozunk. Hát majd eljön az az idő, amikor már szülő nélkül lesznek, nekik ez lesz az otthonuk, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy otthonként is érezzék ott jól magukat. Mióta ismered őket? Húha, hát ez egy bonyolult történet. Én 12-től vagyok az intézmény vezetője, de előtte egy pár évvel én már dolgoztam ott, hát ilyen kis kisegítő munkába, meg én gyógypedagógus vagyok, a Bárczy Gusztáv általános iskolában dolgoztam, és ugye az ellátottjaink egy része is oda járt iskolába. Ugye nálunk 2 gyógypedagógiai intézmény van a városban, ez is a Göllesz Viktor általános iskola, úgyhogy én majdnem mindegyikőjüket már ismertem az általános iskolából. Most, hogy oda kerültem, most meg már nagyon jól össze is haverkodtunk, de azért összeismerkedtünk. Ők valamennyien megyebeliek? Igen, igen, nekünk az ellátási körzetünk csak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből történhet, úgyhogy mi máshonnan nem is tudunk felvenni ellátottat. Hát, mivel hogy ápoló-gondozó célú lakóotthon vagyunk, ugye nekünk egy alapvizsgálat szükséges ahhoz, hogy mi fel tudjuk venni ezeket a fiatal embereket. Orvosi papírokkal alátámasztva kell ugye az állapotukat igazolni ehhez, és akkor megkezdődhet az itteni életük végül is. Nem szoktak másra vágyni, mint ami belefér az ő életükbe? Ami megadatik nekik? De vágynak, persze, hogy vágynak. Ugye nem jól érzik magukat, viszont van olyan fiatalunk, aki többre vágyna, természetesen szeretne önálló életet, szeretne egyedül élni, szeretnének ugye párkapcsolatokat. Igen, ilyenkor próbáljuk a valóság felé terelni az ő gondolkodását is, hogy önálló életvitelők ugye képtelenek lesznek, kisebb segítséggel el tudnak végezni dolgokat, ügyet is el tudnak intézni, úgyhogy felírjuk nekik, hogy mit kell csinálniuk. Egyébként nagyon szépen eljárnak a postára, levelet feladni, csekket befizetni, megbízhatjuk őket vásárlásokkal, gyönyörű szépen, ugye mi számlára tudunk vásárolni minden, gyönyörű szépen hozzák a számlákat, elszámolnak pénzekkel, de ők mindig is képtelenek lesznek az önálló életvitelre. És hiába szeretnének máshogy, nem könnyű nekik egyébként, mert ahol laknak, nekik ott a munkahelyük is, azért ez eléggé beszűkült. Sajnos arra nem volt lehetőségünk, hogy máshol hozzunk létre egy műhelyt, hogy legalább az a életciklus meg legyen az ő életükben is, ugye, hogy egy munkahelyre elsétálnak, vagy elmennek. Hát nekünk ez behatárolt, ott van az udvarunkon, de másrésztről meg ez is kényelmes, mert bármilyen pihenő idejük a saját szobáikban tudják eltölteni. Te Tünde, amikor kislány voltál, fiatal lány voltál, te miért gondoltad, hogy ezt a pályát választod? Volt valami személyes indítatás, vagy ebbe az irányba terelődtél élni? Igen, nekem édesanyámnak volt egy kolléganője, akinek volt egy Down-szindrómával élő fia. Ő oda járt a napközibe, Kapi Gyurika egyébként. Ja. És akkor szembesültem, én akkor igen, iskolás voltam még, és akkor szembesültem a mássággal, meg vannak fogyatékkal élők is, és
Én elkezdtem dolgozni ebben az intézményben, én mint gyermekfelügyelő dolgoztam a Bárczy Gusztáv általános iskolába, és ott fogott meg az, hogy nekem ez a segítő szakma, ez valószínűleg ez hozzám nagyon-nagyon jól passzol, és én sokszor mondtam elnök asszonynak is, hogy addig legyen biztonságban, míg én ott vagyok, mert nekem ők az elsők, nekem az a lényeg, hogy ők az ő életükben a biztonságot meg tudjuk teremteni. Éppen ezért pályázunk rengeteg helyre, hát megpróbálunk tartalékokat is képezni, mert ugye azért bármilyen pénzügyi nehézségünk bekövetkezhet, azért az erősen a pénztárcánkat megnyomná, és hát én világéletemben azon dolgoztam, hogy nekik emberhez méltó lakhatást, életkörülményeket, ellátást biztosítsunk, és amíg én ott vagyok, ez úgy gondolom, hogy ott meg is fog történni. Hát itt beszélhetnénk, bocsánat, hogy közbeszólok, Tündének az érdeme ez a nagyon sok pályázat, amivel ugye ki tudjuk mozdítani őket, nagyon sokszor megyünk kirándulni, táborozni, erről majd Tünde most elmondja, mert ez az év szerintem nagyon szépen sikerült, és elég sűrű volt. Kicsit menjünk vissza annak kapcsán, amit Tünde elmondott, hogy ugyanezt nem mondta, de ilyenkor te vagy az édesanyjuk, te vagy az édesapjuk, tehát te vagy az, aki rájuk vigyázol és rájuk figyelsz. Hogy 2004-ben, ennek kapcsán akarom kérdezni emőke, hogy a szülők mennyire merték odaadni, úgymond nektek a gyermekeiket? Hát egyáltalán nem. Ők hogy tudtak velük addig foglalkozni? Szakavatottan? Nem. Hát én is csak egy sima szülő vagyok, tehát nekem ehhez semmilyen végzettségem nincs. Engem csak vitt az, hogy legyen biztonságban a lányom. Tehát az ő érdeke ez, az vitt, hogy ez megoldódjon. Mondom, talán akkor sok ez a része könnyebb volt. Könnyebb volt napközi otthont indítani, könnyebb volt. Most már a napközi otthonnál is meg tudtuk az épületet vásárolni. Tehát mind a két épület a saját tulajdonunk, és azért az nem mindegy. És hát nagyon nehéz volt, nagyon nehéz. Volt, aki ki is költözött, mert nem tudom, a szülő meggondolta magát, és elvitte. Hogy még annyira fiatalok voltak, és akkor nem látták azt be, hogy ez nem olyan zárt dolog, hogy ő haza akarja vinni, bármikor elviheti. Tehát nem az, hogy ő teljesen oda be van zárva abba a lakó otthonba. Tehát ez nagyon nehéz volt. Pestről volt egy Krausz Éva, egy nagyon neves gyógypedagógus, akit elhívtam, hogy mondja el a szülőknek, hogy miért fontos, hogy beadják a fiatalt a lakó otthonba. De hát azóta ez is változott egy kicsit talán, mert ő is azt mondta, hogy ha később, amikor már a fiatal annyira megszokta az otthoni környezetet, ott mindent, ami otthon van, hogy nagyon nehezen lehet őt beadni, és ugye átszoktatni arra, hogy itt más, minden más. Úgyhogy ez nagyon nehéz volt. Hát mert most már muszáj, tényleg így van, hogy az azért nem vágyik, mondják ők, hogy jobb otthon, na de hát ezt tudják ők, vagy mi szülők meg tudjuk ésszel, hogy ennek ez az útja. És amikor hazamennek így hétvégékre Tünde, akkor ez mennyire más világ számukra? Szabadabb. Ugye ők 8-an laknak együtt, 6 dolgozó dolgozik a lakóotthonban, 8 emberhez nekik alkalmazkodni kell, csak lakótársaikhoz, és akkor még hozzájönnek a gondozók. Hát otthon a szülők ott vannak, szabadabban élnek, nincsen annyi kötelességük, nincsenek szabályok túlságosan. Könnyebb nekik az otthonlét, mint a lakóotthonban. Hát, meg ugye a szigorú napi rend is azért úgy nehéz volt megtanítani, mert most egy lakón költözött be, hát ő 43 éves volt, mikor most beköltözött ő legutójára, és bizony azért elég idős már ahhoz, hogy ezeket az alkalmazkodó képességet és a szabályokat meg tudjuk neki tanítani. Hát 2 évünkbe tellett, hogy most már jól érzi magát helyjel közel a lakóotthonban. Hányan foglalkoztak velük? Hány gondozó van körülöttük? 6 gondozó van, 4 gondozó, 1 foglalkoztatást segítő, illetve hát rehabilitációs tanácsadó és mentorunk van, és én vagyok az intézményvezető. Szerintetek azok a velük korúak, akik hasonló állapotban vannak, és nem ott laknak, ahol a ti gondozottjaitok, ők hol vannak? Hát sokan maradtak családba,
és hát mondom, egyszerűen nem tudják elhelyezni őket. Én nagyon boldog vagyok, hogy úgy a lakóotthonunknak, mint a napközi otthonnak nagyon jó híre van. Mi nagyon sok programot szervezünk, ezáltal, hogy itt bent vagyunk a városba. Tehát ez egy borzasztó nagy előny. Pici a kertünk, tehát mondjuk ez viszont nem jó. Mert szívesen van olyan fiatal, aki azt mondja, hogy szívesen kertészkedne. Na, de hát hol azon a pici udvaron kertészkedne? Egy pici fű van, amit lehet nyírni. Tehát ez hiányzik nekik. De mondom, ez borzasztó nagy előny, hogy itt vagyunk bent a városban, mert hallják a többieket. Mi elmegyünk, most is voltunk a múzeumban, elmegyünk színházba, az oda mondjuk ritkábban, moziba elmegyünk. Meg hát a Vidor Fesztivál, hát azt élvezik minden, talán a legjobban, nem? Minden rendezvényre el tudunk menni, igen. El tudunk jutni a Sóstóra. Ó, a strandra, tehát, és mi el is visszük őket, tehát nem jel nekünk problémát ezek. Úgyhogy nagyon, nagyon ilyen szempontból szerintem, talán én azt merem állítani, hogy a városban a mieink vannak ellátva. Meddig lakhatnak ott? Életük végéig. Életük végéig. Ez a lakóotthon azért lett létrehozva, ugye, hogy ha nincsenek olyan problémák, ami miatt neki el kell költöznie, állapot rosszabbodás esetleg, vagy olyan viselkedési problémák, akkor ők életük végéig ott laknak. A szobáikat a szülőkkel együtt rendezték be, saját ízléseik alapján, otthonról hozott tárgyaik vannak itt. Igen. És jól is érzik magukat, és nem is szándékoznak elköltözni annyira, úgyhogy mi, hát szoktak jönni idegenek is megkérdezni, hogy van-e hely. Ugye várólistát kell felvegyünk, de szoktam mondani az érdeklődőknek, hogy azért annyira nagyon ne reménykedjenek, mert ugye még fiatal a korosztályunk is, és hát valószínűleg ők végig itt tervezik az itt létüket. Mm. Tudod, mi az érdekes, hogy azért ők a legtöbben, én azt mondom, hogy talán 80%-a tudja, hogy itt hogy kell viselkedni, és otthon. Annyira mások otthon, ugye Tünde? Bizony, de legalábbis én az én lányomról tudom. Szerintem Eszter is itt szófogadóbb, az egyik kislányunk. Hát persze ez nem mindenkire vonatkozik. Én a lányomról beszélek, ő tudja, hogy itt neki, hogy kell. Tudsz róla esetleg, hogy valahol az országban mondjuk éppen a ti jó példátokra alapozva mondjuk hasonló kezdeményezésbe kezdtek, vagy hoztak létre valami hasonló? Hát... Én nem tudok róla, mert akik lakott abban a programban benne voltak, van ilyen, mert amikor megindult ez az egész program, akkor Pesten tartottak nekünk továbbképzést. Egyáltalán, hát én se tudtam, nagyon sok mindent nem tudtam a fogyatékosságról. Azt tudtam, hogy egy Szarvas utca van, akkor még a lányomat nem tudtam, azt se tudtam, hogy ő, neki van ez a betegsége. És hát nagyon nehéz volt, ezt nagyon sok szülőnek tudomásul venni. Most is találkoztam egy olyannal, aki tehát szégyellik a szülők, nem tudják, a környezete nem tudja, és most mondták, hogy ne mondjad, mert ő nem szeret róla beszélni. Ott ketten beszélték, hogy ne említsd azon a munkahelyen. Tehát nagyon sokan szégyellik még ezt. És az elfogadottság is, én azt mondom, hogy haladt valamennyit, de ez még nem az igazi. Nem az igazi. Nálunk is milliószor elmondjuk Tündével, bármikor bárki bejöhet, megnézheti, hogy élünk. Én sokkal több érdeklődő emberre számítottam, és ami érdekes, a szomszédaink, ezt mondjad már. A szomszédaink, ott vagyunk 21 éve, és egyszer volt át egy szomszédasszony, mert különben én nem tudom, az emberi irigység talán, hogy mi haladunk valahova, hogy mindig felújítunk valamit, és akkor, hát nem, hiába hívod, nem jönnek be. Nem jönnek. Hát, hogyha szeretik a lakóitok a vendégeket, akkor én most azt mondom, hogy a kedves nézők közül, aki most hallgat bennünket, és úgy gondolja, hogy akár ebben a szép időszakban, ebben az adventi időszakban, mondjuk, hogy még szívesen venne egy gyertyát is az ünnepi asztalra, akkor bátran látogasson be. Hová? Közép utca 19 szám alá. Ti most onnan jöttetek? Igen. És oda mentek vissza. És oda megyünk vissza. Milyen lesz a karácsony? A karácsony.
Hát az az igazság, hogy az ellátottjaink, illetve a gyertyaöntő műhelyben dolgozó fiataljaink már eléggé elfáradtak, ugyanis nekünk ez a legfőbb eladási szezonunk. Október óta öntjük a gyertyákat, nem kis mennyiségben egyébként, és ők már egy kicsit elfáradtak. Azért próbálunk odafigyelni, hogy most már azért lassan jön az advent, most már azért lassan csendesedjünk el, próbáljunk meg befelé is figyelni, és mi minden évben a városi pályázatoknak köszönhetően egy karácsonyi ünnepséget szoktunk tartani, egy meghitt kis beszélgetés vacsorával egybekötve meghívjuk a szülőket, azokat az önkéntes szakembereket, akik segítenek nekünk a lakóink ellátásában, megajándékozzuk egymást, beszélgetünk, egy tényleg kötetlen kis felhőtlen karácsonyi délután töltünk el együtt, és utána mindenki egy pici pihenőre hazamegy a családjaikhoz, és ott töltik igazából az ünnepeket. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és tudtunk egy kicsit beszélgetni az életetekről, a hétköznapjaitokról, és áldott ünnepeket kívánok, és olyan szép új esztendőt, ami a lakóotthon lakói számára sikeres pályázatoknak köszönhetően újabb élményeket tud majd hozni. Nagyon köszönjük. Köszönjük, hogy itt lehettünk. Köszönjük, hogy itt lehettünk. Kedves nézőink, megköszönöm 2018-ra szóló figyelmüket. Áldott karácsonyi ünnepeket kívánok, viszontlátásra. A műsor helyszínét a nyíregyházi John Bull Pub biztosította.